Bella és Szonya már negyedik osztályos tanulók, és jól ismerik már a szlovák iskolát, és szeretnek is oda járni. Minden délután van sport, meg itt vannak az osztálytársaim, és szoktunk jót mulatni. Én azért akartam ezt az iskolát választani, mert itt volt a testvérem, és itt van az apukám. Nekem ez volt a legközelebbi iskola. A tanárnénik jók, és hát tudok néhány szót szlovákból. Szatmári Józsefné szintén jól ismeri már az oktatási intézményt, hiszen neki már három gyermeke, a szlovák iskola diákja. Tanárok nagyon foglalkoznak a gyerekekkel, megadnak mindent a gyerekeknek, ugyanúgy kirándulásokra elviszik, sok lehetőség nyílik itt a gyerekek számára. Az anyuka negyedik gyermekével érkezett a szlovák iskola előkészítő foglalkozására, hogy ő is megbarátkozzon az iskolai környezettel. Jót tesz a gyereknek, hogyha előtte hozzák a szülők, és megismerkedik a leendő osztályfőnökével, többi tanárokkal. Jót tesz az. Az oktatási intézmény pedagógusai pedig mindent megtettek azért a foglalkozáson, hogy a gyerekek és szüleik jól érezzék magukat az iskolában, de ami a legfontosabb, hogy megismerjék az iskolában alkalmazott oktatási módszereket. A szülőket tájékoztatjuk az iskolában folyó munkáról, a napirendről, a tanítandó tantárgyakról, módszerekről. Amíg ez folyik egy tanteremben, a leendő első osztályban, addig a gyerekek itt játszanak. Többféle játékot készültünk, Mikulás készítés lesz, aztán kifestő körjátékokat fognak tanulni a gyerekek, és Mikulás ragasztás lesz, és ami még belefér játékból. Tehát a szülőkkel elvonulunk, és ők bár minden kérdésükre választ kaphatnak egy tájékoztató után. Az oktatási intézménynek egykoron nagyon sok vidéki diákja volt. Ma jellemzően a Bodrog közterületéről érkeznek tanulók az iskolába, akiknek természetesen kollégiumi elhelyezést is tudnak biztosítani. Igény szerint pedig határon túlról is fogadnak gyerekeket a szlovák iskolában.